Találtam egy nagyon érdekes bejegyzést az egyik Facebook csoportban. Itt van, megmutatom, jó? Nem tudom, mennyire látszik, talán látszik, igen, de elolvasom inkább, jó, hogy pontosan lásd, hogy miről van szó. Egy kérdés a bejegyzés, pontosabban három kérdés. Azt mondja, hogy mi lett a crowd van és a forszázs üzletekkel? Hová tűntek? Miért nincs több hirdetés róluk? Ki mit tud ezekről? Ugye ez az a három kérdés, amit a kedves bejegyzés létrehozó föltett ebben a csoportban, és én értem a szándékot, de az, nem azzal akarok most foglalkozni, sokkal inkább a, a amiatt gondoltam, hogy elkészítem ezt a videót, hogy néhány tényt elmondjak, a crowd kapcsolatban, a forszásban én nem vagyok érintett, nem, mintha nem tudnám, miről van szó, de nem állt szándékomban foglalkozni ezzel, ilyesmivel, viszont a crowd vannal annál inkább, és abban érintett vagyok, mert én magam is építem ezt a közösséget, és uh, fontosnak tartom, hogy, hogy néhány félreértést eloszlassak, főleg azok után, hogy elolvastam a hozzászólásokat a, ehhez a bejegyzéshez, és olyan elképesztő, Hát azt kell, hogy mondjam, félreinformálások, meg uh, szándékos vagy nem szándékos uh, Torz információkat osztottak meg emberek, meg közöltek emberek, meg, meg szakértőnek látszó, vagy szakértőséget játszó emberek olyan információkat adnak, amik hát közel sem fedik a valóságot. Mert mi az, ami történik most a Crowd van üzletben? Ugye ez a, ez a cég, ez egy több mint másfél éves cég most már. És hát szó sincs arról, hogy megállt volna és eltűnt volna, sőt, egyre inkább és egyre gyorsabb mértékben növekszik. Ugye ebben az évben, most a mostani rendezvény előtt, egy pár nappal, ami ugye 15-én volt, a legutolsó elérte a cég tagságának a száma a 10 millió főt. Hát nem tudom, hogy hány olyan, dübörgő hálózat van, ahol ekkora taglétszám van, nem olyan túl sok szerintem így az online networking területén. Csak ebben az évben, és ezt onnan tudom, hogy van egy számláló a webirodában, amikor én csatlakoztam, az volt február közepén nagyjából, február 13-a talán, azóta több mint 8,5 millió ember csatlakozott a céghez globálisan. Hát, ha eltűnt volna ez a cég, vagy eltűnt volna maga a lehetőség, akkor nem hiszem, hogy ennyien csatlakoztak volna, vagy ennyien lennének. És ez a számláló mutatja, hogy nap, naponta, illetve óránként, vagy akár percenként meg lehet nézni, hogy a világon mennyien csatlakoznak. Nyilván erre te mondhatod, hogy hát ilyen számlálót én is csinálok egy weboldalra. Persze csinálhatsz, nyilvánvaló, csak hát azért itt a tények mást mutatnak. Jó? Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy itt, ha már rendezvényt említettem, minden hónapban van a cégnek egy online rendezvénye, ilyen-olyan témában, mikor melyik. Most a legutolsó éppen egy elismerési rendezvény volt, ahol több százezer nézője volt ennek az online rendezvénynek. Nyilván azért online, mert per pillanat nem célszerű több ezer fővel rendezvényt tartani, amúgy csinált már ilyet ez a cég, több mint 8000 fős rendezvényt Dél-Afrikában, meg majd fog is csinálni, ha már lehet, de most az online rendezvényeké az idő, annak az időszaka van, úgyhogy ilyeneket csinál, és hogy mondtam, több százezer embernek a, a részvételével, idézőjelben részvételével ennyi nézője van egy-egy ilyen rendezvénynek. Nem hiszem, megint csak mondom, hogy egy olyan cég, ami eltűnt volna, vagy halódna, ott ilyen nézettséget lehetne produkálni. Aztán a következő Ugye új termékeket ö, vezet be a cég, most a legújabb terméke a meglévők mellé, és mondom ezt azoknak, akik azt mondják, hogy nincs termék, és nincs szolgáltatás, és semmi sincsen, éppen ezért ez egy piramisjáték, ugye ez egy klasszikus, ö, ö, hogy is mondjam, klasszikus hát, ö, állítás, ilyen esetekben, amikor nem tudnak semmit a cégről, és nem tudnak semmit szolgáltatástól, csak beszélnek bele emberek a vakvilágba, Szóval új termékeket vezetnek be sorban. Most a legutolsó, amit bevezetett a cég, ez a Live Trends partner céggel való együttműködés eredményeképpen jött létre. Ugye a Live Trends egy olyasmi, mint a Booking, utazások, szállásfoglalás, autóbérés, stb. stb. Ez ott van már a webirodánkban, használható a Crowd partnerek számára kedvezményesen lehet utazásokat foglalni, szállásbérelni, és itt további megnéztem összehasonlításképpen egy szálloda weboldalán foglaltam, mintha foglaltam volna szállást, meg itt ezen a felületen 15-25 közötti kedvezménnyel lehet szállásokat foglalni, meg egyéb ilyen dolgokat csinálni. Szóval... Ha halódna ez a cég, és nem lenne szolgáltatás, szerintem ilyen se lenne. Arról nem beszélve, hogy egyre jönnek az újabbnál újabb partnerek, a nagy vállalatok, nagy világhírű cégek, vállalatok, akik be akarják hozni ide, erre a felületre a termékeiket. Mit gondolsz miért? Azért, mert már most több mint 10 millió partner van, és egy olyan felületen, ahol ennyi ember van oda, hát jó dolog bevinni egy terméket, mert ott valószínűleg néhányan meg fogják vásárolni. Vagy te nem így gondolod? Ha nem így, az a te dolgod. Ez az én véleményem, meg amit elmondtam. A másik, hogy fejlesztések zajlanak, állandóan valami új dolog, fizetési lehetőségekkel, kifizetési módokkal, befizetési módokkal kapcsolatos fejlesztések, a webes felületnek az állandó fejlesztése, a supportnak a fejlesztése, és így tovább, és így tovább. És ezt mondom azoknak most, akik azt mondják, hogy nem lehet kikérni pénzt, és nem lehet kivenni pénzt. A crowd van igenis kifizeti, amit ki kell, hogy fizessen. Egyrészt negyed kifizeti az osztalékokat. Kinek? Hát annak, akinek kell, hogy fizessen. Akinek van tulajdonosi joga, annyi, hogy utána már osztalékot lehet fizetni, zárójelben nagy cégek, Tesla, és sorolhatnám még itt a cégeket, nem fizettek az első, meg a második évben osztalékot, fizettek a 17-ben mondjuk, például éppen a Tesla osztalékot. Jó? Tehát ez is egy igen különleges dolog, itt a Crowd vannál, ő meg már másfél évesen fizet osztalékot a, a tulajdonosi jogokkal rendelkezőnek nem részvény, és semmi más ilyesmi, és nem befektetésről van szó. Ezt megint azoknak mondom, akik ilyesmiről, ilyesmit gondolnak, mert nem az, nem arról van szó, utána kéne nézni pontosan, hogy mi ez egyáltalán. Jó? Kifizeti havonta természetesen minden hónapban, 15-én, vagy egy-két nap ide, vagy oda, attól függ, hogy hogy esik ez a dátum, azokat a maradvány jövedelemnek nevezett bónuszt, amit ki kell, hogy fizessen az elért hálózati színnek megfelelően. Kinek fogja kifizetni? Aki ért el valamilyen hálózati szintet, aki nem, annak nem fog fizetni, mert miért fizetne? Ez egy teljesítményhez kötött, ez is egy teljesítményhez kötött bónusz, mint ahogy a többi jutalék is, teljesítményhez kötött. Aki nem éri el, az nem kap. Hát ez ennyire egyszerű, nem? De ez szerintem más üzletben is így van, vagy nem így gondolod? Aztán kifizeti minden héten, ezt viszont mindenkinek, akár akár építette a közösséget új partnerek formájában, hozott új felhasználókat például, akár nem, de kifizeti minden héten azoknak is azt a bizonyos streamline bónusznak nevezett bónuszt. Ez bizonyos mennyiségű tulajdonosi jog minden héten, amit jóvá ér, Persze, ha igényli valaki, de ha valaki nem tudja, hogy ezt igényelni kell, akkor soha nem fogja megkapni. Ehhez ismerni kéne a rendszert és ha ez az igénylés megtörténik, akkor viszont megkapja már a jutalékot. Ugye? Vagy ezt a bónuszt. Pontosabban bónuszt. De ha valaki ezt nem ismeri, nem tudja, akkor, akkor rossz az üzlet, akkor eltűnt a cég, akkor nem fizet a cég. Hát dehogy nem. Csak ha valaki nem tudja, hogy ezt kell csinálni, akkor nem fogja megkapni. Ennyire egyszerű a dolog. Amúgy természetesen ki is lehet kérni a pénzt, és természetesen ki is fizetik, amit ki kell, hogy fizessenek. Nyilván időbe telik. Mindenhol időbe telik, itt is időbe telik. Időbe telik, amíg egy kriptovalutás tranzakció lezajlik, időbe telik, amíg egy normál banki tranzakció lezajlik. Ez idő. Kevesebb, több, de meg fog történni. Aztán. Hát sorolhatnám még itt a, a tényeket, amik tények. Tehát ezek nem, nem az én véleményem, nehogy félreértsd, mint ahogy vélemények azok, amiket itt a bejegyzés alatt olvastam, azoktól, akik nem tudják, miről van szó, és nem ismerik, hogy miről van szó. Ezek tények, amiket eddig elmondtam. És amikor nagyon találó volt a, a kérdés, amit itt föltett a, az illető, hogy hová tűntek, mondja, miért nincs több hirdetés róluk. Miért nincs több hirdetés róluk? Tehát ő, mivel eltűntek a hirdetések, ő úgy gondolja, hogy eltűnt a cég. Hová tűnt a cég? Pedig nem a cég tűnt el, csak azok, akik hirdetik. Azok nem hirdetnek. És miért? Mert akik így próbálnak üzletet építeni, hogy ilyen csoportokba betesznek egy-egy hirdetést, és a csatlakozás után mondjuk ezt három napig csinálják, és nem jelentkezik senki, vagy jelentkeznek egyen-ketten, és látják, és valami rossz információt kapnak, aztán belépnek, esetleg még csomagot is vesznek, és nem kapnak segítséget, és nem kapnak információt, és nem kattintanak arra a gombra minden szerdán, hogy igényeljék például a tulajdonosi jogokat a Streamline bónuszból, és nem kapják meg, akkor ők azt mondják, ez egy hülyeség. És átverés, és nem kaptam meg a pénzemet. Pedig csak annyi történt, hogy valakitől egyrészt rossz információt kaptak, másrészt meg annyi történt, hogy az, aki hirdet, az azt mondja, hogy hát basszus, hát nem jelentkezett senki, és akkor ez egy szar üzlet, és mivel ez most uh, ugye, ha csak az én történetemet nézem, én február, ahogy mondtam, közepén kezdtem el, február, március, április, május, június, július, meg augusztus, mondjuk hat hónap, Durván, és uh, uh, amikor én kezdtem velem együtt nagyon gyorsan sokan csatlakoztak. Én hozzám is nagyon gyorsan sokan csatlakoztak. Aztán ezek úgy elkoptak. Mert ilyen módon próbáltak üzletet építeni, és ilyen módon nem lehet ezt, ezt az üzletet. Nem csak ezt semelyiket sem lehet ilyen módon építeni. És akkor az üzlet, meg a cég tűnt el, az a rossz. Hát nem. Mert akik működtetik, és építik ezt a közösséget úgy, ahogy építeni kell egy közösséget, vagy célszerű egy közösséget, egy ilyen jellegű közösséget, hát azoknak működik ez az üzlet. Azok haladnak előre, azok megkapják a bónuszokat, megkapják a kifizetéseket, azok használják a termékeket, és egyre többen használják a világon, abból jutalék származik, és sorolhatnám tovább. Azoknak, akik működtetik, akik építik. Oké? Okay? Tehát ez azt, ezzel csak azt akarom mondani, hogy, hogy nem az üzlet tűnt el, és nem a cég tűnt el, csak azok, akik hirdetés, ilyen Facebook csoportokban történő hirdetés útján próbálták építeni ezt az üzletet, és ez nem működik. És nyilván ilyen módon ők eltűntek, mert, mert eltűntek. Kik maradtak? Azok maradtak, magán a cégen belül is, és az üzleten belül is, akik működtetik és csinálják azt, amit ahogy egy üzletet építeni kell. Tájékoztatókat tartanak ilyen-olyan módon, blogot írnak róla, videókat készítenek róla, ilyen-olyan módon azt közzéteszik, tartják a rendszeres online és offline tájékoztatókat országszerte, különböző városokban, aztán ott lesznek az első magyar crowdvanos rendezvény, ahol több száz ember lesz, mert ilyen is lesz most, tudtad ezt? És akkor eltűnt a cég, eltűnt az üzlet. Ne vicceljetek már, gyerekek! Tehát más oldalról is meg kéne nézni ezeket a dolgokat és az információkat, és utána véleményt formálni, utána, utána elmondani az igaz információt, az igazi információt. És nem szakérteni, és nem osztani az észt olyan témában, amiről fogalmat sincsen nem bánom, hogyha most lehülyézel meg, azt mondod, hogy én mi a szart nem érdekel, abszolút nem érdekel. Nézd meg, hogy mi a valós információ, aztán utána lehet elmondani a véleményt, úgyhogy az a te véleményed, és nem az a tuti. Jó? Na, ennyit akartam elmondani ezzel kapcsolatban, ez most már nagyon kikívánkozott belőlem. Régen csináltam már van témában videót, és nem azért, mert én nem foglalkozom ezzel az üzlettel, és nem azért, mert nem csinálom, én hiszem azt, hogy ez az, az, az a cég, az a lehetőség, ami hosszú távra szól, végre valahára hosszú távra szól, amiben érdemes munkát, időt, energiát beletenni, akár pénzt is beletenni. Ez az az üzlet. Na, ennyi akkor ebben, ezt akartam elmondani, csak lehet, hogy egy picit hosszúra sikerült, de nem bánom, legalább most kidumáltam magamból, amit ki akartam dumálni. Ennyi mára. Ha van hozzászólás, hogy nyugodtan itt alul kommentben mondd el, írd hozzá, tedd hozzá, aztán meglátjuk majd, hogy mi történik. Na köszönöm a figyelmedet, legyen szép napod, hello!